Hiába valónak bizonyul a külön nyugdíjak eltörlését célzó minden próbálkozás, hiába a nagy társadalmi felháborodás amiatt, hogy egyes kivételezett társadalmi kategóriáknak a közemberek számára elképzelhetetlenül magas nyugdíját gyakorlatilag előbbiek adójából fizetik. Noha a legfelsőbb jogalkotó fórum a parlament elsőprő többséggel 357 igen szavazattal elfogadott törvényel megszüntette a méltánytalanságot, a jogszabályt az Alkotmánybíróság, amelynek tagjai szintén részesülnek külön nyugdíjban, többséggel alaptörvénybe ütközőnek ítélte. A jogszabály ellen több mint 70 kori képviselő és szenátor emelt bíróságon panaszt. Az alkotmányossági kifogást az Arad, Fehér, Besztercenaszód, Kolos, Hunyad, Jálomica, Élfov, Máramaros, Szilágy, Szucsáva és Temes megyei törvényszék, illetve a Temesvári ítélőtábla nyújtotta be.